Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, ez az Equus, a lovak világa. A pata a ló legkényesebb testrészei közé tartozik, így ha pataápolásról van szó, azt jó minden esetben szakemberre bízni. Mi meglátogattunk egy patkolókovácsot, és betekintést nyerhettünk mindennapi munkájába. Miért van szükség arra, hogy patkoljunk egy lovat? Hát a patkolás az egy szükséges rossz sajnos. Mivel a lovak nem megszokott környezetükben vannak, ezért nem úgy alakul a patájuk, ezért szabályozni kell őket. Egy abszolút normális pata, teljesen jó az állaga, egy sima papucspatkot fog kapni. Leveszem a patkót először is. Ezt föl kell tenni egy ilyen így állára. Van, így felrakom a bakra, leveszem a patkót róla. Ki fogom pucolni a patáját. Most nem nagyon nőtt meg neki. Na. Lekerültek a patkók a lóról, ilyenkor mi a teendő? Ilyenkor az a teendő, hogy elbíráljuk a patát. Hát ezt, mivel én ismerem ezt a lovat, ezért nincs szükség arra, hogy már megvezetjük, vagy megvezessük, azért, mert hogy rakja a lábait. Én ismerem, ezért nekem simán álló helyzetben is elég azt, ha elbírálom. A jobb eleje minimálisan meredekebb, de az hasonlít jobban a jó patára. Most pedig akkor felveszem a lábát és megcsipem. Ezt elcsiped, ez tulajdonképpen ugyanaz, mint a körönvágás. Körönvágás, így van. Na nézzük. Mivel hogy ez a lapos a patája, ezért a sarkát hagyom. Majdnem, hogy csak a legszélesebb ponttól előrefelé csípek. És azt hozzá kell tenni, hogy általában úgy szoktuk csinálni, hogy a rosszabbik patájával kezdünk. Azt miért? Mert azt látjuk, hogy azon látjuk azt, hogy mennyire tudunk alakítani rajta. És mivel, hogy törekedni kell az esztétikára is, ezért ez mondjuk egy elég rossz dolog, de sokan úgy vannak vele, hogy a jót is egy kicsit elrontják azért, hogy többnyire egyforma legyen. Ilyen úgy körbe reszenem. Most kicsit összereszem a patát. Ide jöttünk az ülőhöz, ami a kovácsok jelzik. Így van. Na, mivel hogy lóra múltkor új patkót raktam, ami 5-6 hete volt, ezért nem kopott el, ezért ugyanazt a patkót visszakapja. Hopp, hey, játsz egy kicsit a tűzzel. Hopp, hey, játsz egy kicsit a tűzzel. Hopp, hey, játsz egy kicsit a tűzzel. Közben a kohóban már nagyon komolyan ízik a vas. Így van. Itt az ideje, hogy kivegyük. Így van, a hátulját megkörmöltük, most pedig kiveszem a vasat. Kicsit még egyengetek rajta. Hopp, hey, játsz egy kicsit a tűzzel. Hopp, hey, játsz egy kicsit a tűzzel. Most meg közeledünk a végkifejlethez. Ez a patkó felütése. Így van. Hát mivel már tökéletesen felfekszik, megcsiszoltuk, ezért most már föl lehet ütni bármikor. Annál jobb ez, minél rosszabb. Ha megsimogatsz, megsimogatlak. Ha annál rosszabb, minél jobb lesz. Minden egy és minden mindegy. Érzem, hogy egyre közeledik, én meg csak egyre távolodom. Ha-ha.